Kelemen Balázs utoljára június elején lépett szorítóba, de a győri ökölvívó nem vált sokáig, hiszen jövő héten Németországban egy 12 menetes meccs vár rá, ahol megvédheti a VBO nemzetközi övét. 12 menet, 12x3 perc. Kelemen Balázsnak ennyi ideje lesz, hogy a jövő hétvégén megvédje a WBO nagyközépsúlyú nemzetközi övét. A győri ökölvívó június elején lépett utoljára kötelek közé, de valójában azóta is formában tartja magát. A felkészülésem végén járunk már. Igazából a június 6-ai meccs egy jó erőfelmérő volt, hiszen egy erős fiúnak mondanám ezt a Marco Benzont. Nagyon jól bírta az ütéseket, és hát elég nagyokat ütött. Úgyhogy egy jó kis meccset csináltunk 80-ben. Utána volt egy két hetes pihenőm, majd nekiálltam erre a július 26-ai mérkőzésre való felkészülésre. Hát igazából én mégis edzésben voltam végig, ez a két hét ez nem kihagyás volt, nem is a nagy pihenő, hanem kicsit visszapihentem magam, és így nem kellett az alapozást megcsinálnunk, hogy edzésben vagyok, hanem egyből a technikai, szakmai részét csináltuk a dolgoknak, persze a futások azok nem maradtak el. Az ellenfelet megnéztük, kielemeztük, egy magas, hosszúkarú fiatalember, egy argentin bunyós, zárt kettős fedezékkel gyakoroltuk a Balázzsal a kettős fedezék bontást, minden olyan technikai elemet, ami úgy gondolom, hogy célra vezet a fiúval szemben, szóval szerintem semmi probléma nem lesz, és meg tudja oldani ezt a feladatot. Már nincs egy hét, a felkészülés már a finisébe ért, már csak az utolsó simításokat kell végrehajtani. Felkészülés most már az élesítés szakaszba lépett, keményen mennek a sparringok, kesztyűzések, folyamatos pörgetések, élesítések, zsákon, pontkesztyűn. Most már tényleg a koncentrált időszakban vagyunk, amikor számít, hogy mentálisan is milyen állapotban van a Balázs. Jövő héten már csak napi egyeket fogok edzeni, súlyra fogunk figyelni, és pörgetünk, gyorsítunk. Hát most a súlyra egy kicsit kitérve, ugye nyár van, ilyenkor könnyebben megy ez a súlyhozás, eleve nem is eszik az ember annyit, nincs akkor étvágya, úgyhogy most nem ment annyira fel a súlyom, úgyhogy nagyon könnyen fogom hozni ezt a 76-20-at. A következő mérkőzést ráadásul nem is itthon vívja, így a jól megszokott magyar közönség sem lesz akkora létszámú, mint az utóbbi mérkőzésein. Amikor benne vagyok a ringbe, megszűnik a külvilág. Persze nagyon jó érzés, hogy az embernek szorítanak, de szerintem az itthoni híradásokból tudni fogják és szorítani fognak nekem, hogy én aznap este épp Németországban fogom a címet megvédeni, ugyanis ez egy címmérkőzés, ez 12 menetben, nem kis feladat, és nem is egy kis gál lesz Dessauba, ez a helyszín, hiszen 5 WBO címmérkőzés lesz aznap este, és hát mint Robin Krasniqi vagy Robert Stevens ilyen sztárok között fogok én is boxolni. 10 menet volt a legtöbbet ideig boxoltam, két alkalommal. Igazából késznek érzem magam arra, hogy 12 menetben boxoljak, de bízok az ütőerőmbe, és remélem, hogy el tudom dönteni a mérkőzést egy nagy ütéssel. Július 26. Dessau. Kelemen Balázs megvédheti a WBO nemzetközi övét német közönség előtt. Már csak egy hét és Balázs egy újabb lépést is teljesíthet. A felkészültség és az elszántság megvan. 12 menet és minden kiderül. Igaz, a győri ökölvívó szeretné idő előtt befejezni a találkozót.